No, hát jó reggelt kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök a harmadik nemzetközi sportmenedzsment konferencián itt a MOM Kulturális Központban a Hegyvidéken. Akkor Berkes Péter barátommal egy tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt kitaláltuk ezt a konferenciát, vagy kitaláltuk azt, hogy egy ilyen jellegű rendezvényt kéne csinálnunk. Akkor több célunk volt, több dolgot szerettünk volna elérni. Egy olyan fórumot, egy olyan rendezvényt szerettünk volna létrehozni, ahol az előadások, az előadók izgalmas, kurens, kreatív, innovatív témákat, előadásokat hoznak, de nem csak arra jók ezek az előadások, hogy itt jól érezzük magunkat egy fél napon keresztül, hanem arra is, hogy akik sportmenedzsmentben, sportmarketingben, az államigazgatás sporttal kapcsolatos részén, sportszövetségeknél dolgoznak, a gyakorlati munkájuk során is tudják használni az itt elhangzó pragmatikus, praktikus ismereteket, információkat. Azt is szerettük volna elérni Péterrel, hogy ez ne egy egyszeri esemény legyen. Tehát ne csak egy sportkonferencia legyen, aztán évek múlva beszélgetünk róla, hanem ez egy rendszeresen visszatérő rendezvény legyen. Önök, ti, akik sportba dolgoztok, ez az ideális képünk, már előre gondoljatok arra, hogy az évelején februárban érdemes eljönni a 12. kerületben, itt egy színvonalas nívós esemény lesz. Érdemes beírni a naptárba, hogy a február közepe, akkor nemzetközi sportmenedzsment konferencia van a 12. kerületben. Szerettük volna azt is elérni, hogy nemzetközi legyen ez a konferencia, tehát a országhatáron túlról, tengeren túlról legyenek meghívott vendégek, akik segítenek abba, hogy belepillanthassunk a sportmenedzsment globális világába. Ezt nagyon fontosnak tartottuk. És az is egy nagyon lényeges szempont volt, hogy ez a rendezvény ez egyre színvonalasabb, egyre nagyobb, egyre jobb legyen. Ez volt a legnehezebb talán tartanunk, mert már az első rendezvény 2013. októberében olyan jól sikerült, hogy a lécet bizony magasra tettük. 2 fontos változás van az idei, a 2016-os konferencia tekintetében. Az első az az, hogy olyan mennyiségű megkeresés és érdeklődés érkezett az előadói részről, hogy 2 napossá tettük a rendezvényt. Elég nehéz volt meghúzni azt a határt, vagy azt a vonalat, hogy mi kerüljön az első napra, és mi kerüljön a második napra, de végül is úgy döntöttünk, hogy teljesen egyszerűen magyar nyelvű előadások lesznek az első nap, tehát ma, és angol nyelvű előadások lesznek a második nap. És változott a tematika is, eddig ugye az első 2 rendezvényen általános előadásokat hallhattunk a sportmenedzsment témájában, most szűkítettük a fókuszt, és kifejezetten a média és a sport kapcsolatára, a sportmédiára szeretnénk koncentrálni, illetve ennek megfelelően állítottuk össze a rendezvénynek a tematikáját. Tehát ez az első nap, ez egy magyar nyelvű konferencia, amire mindenki külön tudott regisztrálni. Holnap viszont egy sporttudományos angol nyelvű konferencia lesz, nem itt, hanem a Gesztenyi és Kert a park túloldalán lévő MOM sportcsarnok úgynevezett balettermében. Erre külön regisztráció szükséges, szeretném erre felhívni mindenkinek a figyelmét. Regisztrálni egyébként ma a konferencia végéig lehet. Ennek angol a nyelve fordítás nélkül, de hogyha valaki úgy érzi, hogy érdeklik azok az előadások, amiket elhangoztak, vagy el fognak hangozni, akkor az a javaslatom, hogy itt a bejáratnál regisztráljon, mielőtt a mai napról elmegy. Szóval sport, média az első napnak a témája, ennek megfelelően hívtuk meg az előadókat, illetve állítottuk össze az előadásokat. Ezen a rendezvényen szinte már hagyománynak számít, hogy a sport államtitkár nyitó előadásával kezdünk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Szabó Tünde elfogadta a felkérésünket, és szakállamtitkárként a sport, mint nemzet stratégiai ágazatról fog nekünk néhány perc múlva beszélni. Ennek az előadásnak azért van szerintem különlegesen fontos szerepe vagy helye a mai programban, hiszen a 2016-os év egy kiemelt év a magyar sport, a magyar versenysport életébe. A riói olimpiával fogjuk megkoronázni a 4 éves olimpiai ciklust, remélhetőleg minél sikeresebb és jobb magyar szereplésekkel. Államtitkár asszonyt fogja Héder Barna előadása követni. Barna az M4 sportcsatornának a frissen kinevezett sportigazgatója, és ő a néző meghódításainak a lehetőségéről fog beszélni nekünk. Őt követi majd Gudra Tamás, dr. Gudra Tamás, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség gazdasági igazgatója. Ő a futball média értékére fog elsősorban fókuszálni az előadása során, és az ő előadása is azért nagyon érdekes, mert nem csak az olimpiáról szól a előttünk lévő néhány hónap, a 2016-os nyár, hanem
a Franciaországban megrendezésre kerülő labdarúgó Európa-bajnokságról is, ahová 30 év után először a magyar válogatott kvalifikálta magát szerencsére, és képviseli Magyarországot ezen a jelentős nemzetközi megmérettetésen. Csak milyen érdekes a sportnak a világa. Az első konferenciát 2013 októberében tartottuk, néhány nappal az ominózus Hollandia-Magyarország mérkőzés után, amikor 8-1-es vereséget kaptam a magyar válogatott, ez egy történelmi vereség volt. A holland nagykövet, aki itt lakik a Mátyás király úton, és egyébként hétfőn pont találkoztunk valamilyen telekszabályozási problémája volt nagykövet úrnak, stílusosan egy After Eight doboz csokoládéval lepett meg, humoros ember lévén. Na most ez a holland válogatott 1984 óta először nem lesz ott az Európa-bajnokságon, mi 30 év elteltével először ott leszünk, és azt se szabad elfelejtenünk, hogy a FIFA világranglistán soha nem volt még a 93-as új világranglista létrehozása óta a 19. helynél magasabb helyen rangsorolva a labdarúgás, tehát labdarúgásról is szerintem lehet érdekes dolgokat mondani és hallani egyaránt. A kávészünetet követően egy kerekasztal beszélgetésnek leszünk majd fültanúi. A sportági szakszövetségek képviselői fognak arról beszélni, hogy a média jogokat hogy és milyen módon lehet és érdemes értékesíteni. A Magyar Kézilabda Szövetség, a Vízilabda Szövetség, a Jégkorong Szövetség és a Kajakkenu Szövetség szakemberei, főtitkárai képviseltetik magukat pontosabban ezen a beszélgetésen. Ezt a programot fogja Esz Nagy Tamás, az NSO főszerkesztő helyettese követni, ő pedig a legfontosabb trendekről fog beszélni a tartalom előállítás terén. Ezt követően, az előadás követően ismét egy kerekasztal beszélgetés lesz, most azonban a sport tévék lesznek fókuszban. Digisport, Sport 1 TV, illetve a Eurosport, Eurosport szakemberei fognak arról beszélni, hogy a sport tartalom közvetítése kinek és miért éri ma meg Magyarországon. Ezután lesz egy félórás, 35 perces, 40 perces, majd attól függ, hogy hogy állunk idővel, ebédszünet. Az első előadás az ebédszünet után Vörös Csillái lesz, aki a Nielsen Measurement ügyvezető igazgatója. Csilla arról fog beszélni délután, hogy hol, milyen módon fogyasztjuk és nézzük a sport eseményeket. Az utolsó előadó pedig Takács Ákos, a Red Bull marketing vezetője lesz, aki meg sejtelmes az előadásának a címe, Média plusz sport, egyenlő média sport. És a végén egy érdekes programmal zárunk, az úgynevezett sporthősök kerekasztal beszélgetésen kiemelt sportolókat várunk ide a MOM-ba. Nagy Laci, Szilágyi Áron, Berki Krisztián, Gergely István és Németh Dorottya fitness világbajnok lesznek azok, akik arról fognak beszélni elsősorban, hogy a média segítségével hogy lehet a sportoló piaci értékét növelni, emelni. No, hát kérem szépen, ezt szerettem volna elmondani, de mielőtt átadom Mátyásnak ismét a szót, szeretnék néhány embernek köszönetet mondani. Elsősorban államtitkár asszonynak, hogy támogatáson méltónak ítélte ezt a rendezvényt. Nagyon szépen köszönjük a szakmai, erkölcsi és az anyagi segítséget is, amit a rendezvény szervezéséhez kaptunk. Szeretném Buranics Ildikónak megköszönni, a MOM Sport ügyvezető igazgatójának. Nem is az idei, hanem tulajdonképpen ezt a 3 éves munkát, hogy egy kis ötletből, vagy egy jónak tűnő első ötletből egy márkát, egy most már harmadszorra megrendezésre kerülő rendezvényt tudtunk létrehozni, és Hamburg Gerdának, a MOM Kulturális Központnak, a vezetőjének és csapatának is szeretném megköszönni, hogy helyt adnak nekünk, és itt lehetünk a MOM-ba ezzel a színvonalas, nívós rendezvénnyel. Szeretném továbbá megköszönni Berkes Péternek, a konferencia igazgatójának, és Molnár Viktóriának a szervezést, illetve régi barátomnak, Pedersen professzornak, aki szerényen meghúzódik ott a sor végén, aki Bloomingtonból, az Egyesült Államokból, az Indiana Egyetemről szervezte meg a holnapi sportszakmai napot, úgyhogy Paul, neked is ezt nagyon szépen köszönjük.